érdeklődőkkel, sportrajongókkal és egészen fiatal sporttalentákkal telt meg a közönség találkozó helyszíne Dombováron. Sokan várták haza szülővárosába Tóth Léli Annát, a város első atléta olimpikonját. A 23 éves akadályfutó a Dovase színeiben kezdte meg versenyzői pályafutását 9 éves korában. A futás iránti szeretete és kitartó küzdelmei a magyar bajnoki címig vezettek, több kategóriában is dobogón állt. Igazából az egyetem miatt kerültem el Budapestre, tehát 19 éves koromban, amikor elkezdtem az egyetemet, akkor váltottam egyesületet is, és azóta a budapesti honvéd színeiben versenyzem. A felkészülés, az olimpiai felkészülés az egészen különleges volt számomra, mert tavaly októberben váltottam edzőt így Budapesten belül, és ez a váltás ez egy nagyon nagy löketet adott számomra, és elkezdtem egyre jobban. Igazából eddig is nagyon szerettem a versenyzést, a futást, de még jobban elkezdtem élvezni. És az olimpiai kijutás igazából nem is feltétlenül volt egy ilyen nagyon kőbevésett cél, hanem arra törekedtünk, hogy minél többet tudjak fejlődni, és minél jobb eredményeket fussak már az edzéseken is, majd pedig a versenyeken. És ebből alakult, hogy végül sikerült kijutnom az olimpiára, és igazából ez egy fantasztikus motivációt adott számomra. Mindössze egy hónappal a tokiói olimpia előtt tudta meg, hogy részt vehet a nemzetek viadalán. Ekkor zárták le ugyanis a világranglistákat az ő sportágában. Pont ezért nagyon, nagyon különleges volt számomra, hogy ott voltam a szezon közepén, és akkor tudtam, hogy jó, akkor most még egy hónap az olimpia, és én akkor még erősebben rá tudtam kapcsolni az edzésekre, és még jobban mentek, mint előtte, és nagyon vártam, hogy ott lehessek, és már egyébként az időeltolódás kezelése már ott Tokióban, tehát mi kimentünk 10 nappal a versenyem előtt, ott voltunk az atlétákkal, az is jól ment, így éreztem, hogy már toporgok, hogy futhassak. Nekem az mindig nagyon felemelő érzés, amikor a válogatott színeiben futhatok, tehát hogy akár egyébként, amikor kimegyek egy nemzetközi versenyre, úgy akkor is magyar vagyok, de egy ilyen meetingre, egy egynapos meetingre, de amikor tényleg egy világverseny, tehát egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság, vagy egy olimpia, akkor az még így ki is ráz a hideg, hogy akkor én most magyarként versenyezhetek. És mindig nagyon jó ehhez a csapathoz tartozni, jó magyarnak lenni. Családja, szülővárosa, barátai, egykori és jelenlegi egyesülete egyaránt nagyon büszke Tóth Léli Annára, aki a versenyzés mellett idén diplomázott kereskedelmi és marketing szakos közgazdászként. A szüleim és a most már a vőlegényem jöttek ki elém a reptérre, meg a szakosztályigazgató Gergely István és az atlétikai szakosztálynak a vezetője Zsivocki György, szóval hogy az egyesület a klub részéről is jöttek, nem csak a család részéről, és egyébként ezen kívül rengetegen gratuláltak, szóval akár ezt a fogadtatáshoz, ezt ide is kapcsolatnám, szóval így éreztem, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan büszkék rám, úgyhogy mindenképp egy jó dolog, egy pozitív dolog, közben egyébként kicsit sajnáltam, hogy vége van az olimpiának. A sportoló most rövid, néhány hetes pihenőjét tölti, utána ismét teljes erővel vág neki az edzéseknek. Tehát vége volt a szezonnak másfél hete, és azóta nekem pihenő időszakom van, az összesen 3 hét, és ebben a 3 hétben próbálok így mentálisan is kikapcsolódni, meg fizikailag is, de egyébként nagyon szeretek ugye futni, és ilyenkor is szoktam ilyen könnyebbeket futni, csak az edzőm kért, hogy nem indíthatom el az órámat, szóval ez most inkább kicsit így az ilyen egészségmegőrzésről szól, család, kis nyaralás, kikapcsolódás, és akkor utána majd október 4-től nekivágok a következő évi felkészülésnek. A felkészülésnek Léli számára ismét komoly tétje van. Jövőre rendezik meg Münchenben az Európa-bajnokságot, 2023-ban Budapesten a világbajnokságot, 2024-ben pedig a soron következő nyári olimpiai játékokat. A közönség találkozón résztvevő fiatal sportpalántáknak útravalóul azt mondta, szeressék, amit csinálnak. Nekem mindig is az volt a legfontosabb, hogy nagyon szeretem csinálni, tehát hogy szeretek futni. És hogyha ez megvan valakiben, akkor szerintem nagy baj nem lehet, mert akkor minden nap azt csinálhatja, amit tényleg szeret, és nem olyan dolgot, amit ráröltetnek. És egyébként azért nagyon sok kudarc ért az úton, és nem csak szép pillanatok voltak, és igazából ezeket a kudarcokat úgy tudtam feldolgozni, és úgy tudtam utána új erőt meríteni, hogy mindig arra gondoltam, hogy igen, én ezt nagyon szeretem csinálni, és én ezt kívánom mindenkinek, hogy nem is csak a futás, nem bármi más, ami legyen egy olyan dolog, amit nagyon szeretnek csinálni, és akkor abban teljesedjenek ki.